Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánról túlról érkezőket is. Én Takács Jácint vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 9-es szintű vezető házas párja. Én Takács Anasztázia vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseinket. Remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk itt mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtt kereskedelmi vállalkozásunkban dolgoztam, mára viszont a PPH tanulói csapat szervezés a fő tevékenységünk. Kondorfán, az Őrségben élünk, Vas megyében, házasságban élek Anasztázia párommal, és 6 gyermekünk van, és ők közülük 2 él velünk most már. A PPH előtt saját vállalkozásomban könyveléssel, majd a lányunk születése után természetgyógyászattal foglalkoztam. Mára viszont már a közös vállalkozásunkban a PPH tanulói csapat szervezés a fő tevékenységünk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezésű csapata, és 31 éve hozta létre a PPH közösséget. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításaira, azokra a tanításaira, amiket a jövővel kapcsolatban mond, hiszen azok mindig úgy szoktak bekövetkezni, ahogy ő azt mondja. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi őt a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen ért el a szervezet piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan, közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja, a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretetkorszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése, az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretetkorba, az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ott van mögöttetek egy lámpa, az be kellene kapcsolni. Köszönöm. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Ki az, aki nem elégedett? És mi baj van a jelenlegi világunkkal? Ha beszéljünk akkor egy kicsit, hogy milyennek kéne lenni az embereknek, illetve milyennek az emberek, jó? Beszéljünk egy kicsit. Tehát ugye mindenki hallott már olyan, hogy ez egy kis tanítás, de módszert úgyse fogok adni. Úgyhogy tanítás meg módszerek nélkül nem sokat ér. Ugye a tanítás azt jelenti, hogy információkhoz jutsz bizonyos dolgokkal kapcsolatban, de attól még az életed nem változik meg. Tehát az iskolában is gondold végig, mennyit tanultál, és mennyit változott az életed. Semennyit. Gyakorlatilag annyit változott, hogy
mondjuk megtanultál írni, nem? Megtanultál olvasni alapműveleti számításokat. Megtanultad, de igazából még azt sem változtatta meg olyan nagyon az életedet. Tehát nézzük akkor, hogy ugye hogyan is vagyunk itt, mit csinálunk itt mi emberek ezen a bolygón. Mindenkinek volt fizika órája, nem valamikor? Danába hajdan, nem? Emlékeztek rá? És tanultatok olyanról, hogy energiák, illetve tanultunk. Én általános iskolában nagyon szerettem a fizikát, ugye ötös voltam belőle, és hát ezért sok mindent megjegyeztem. És hát ugye mit tanultunk az energiákról? Mi volt egy fő szabály? Emlékeztek? Így az energia nem vész el, csak átalakul. Oké? Na szóval. Hát de mégis azt látni, hogy az embereknek nem sok energiájuk van, nem? Sőt, azt látni, hogy egyre kevesebb energiájuk van az embereknek. Tehát egyre több embernek egyre kevesebb energiája van, nem? Nem ezt látjuk? Tehát régen, ha így visszaemlékszünk, ugye ilyenkor azt szokták mondani, hogy azért mondják az emberek, hogy bezzeg a mi időnkben, meg bezzeg régen, mert hogy akkor az ember fiatal volt. Nem. Tehát régebben az embereknek jóval több energiájuk volt. Most mondok példát, jó? Tehát a mostani generáció az nem tud annyit dolgozni, mint mi most. Tehát a mostani fiatal generáció nem tud annyit dolgozni a jelenben, mint mi most. Most gondold végig, hogyha az én generációm a jelenben többet tud dolgozni, mint a fiatal generáció, tehát jobban bírja fizikailag, energetikailag, akkor vajon hogy bírtuk 20 évesen? Na most, de mi meg azt mondtuk 20 évesen, hogy a szüleink sokkal többet tudnak dolgozni. Tehát a szüleinknek akkor több energiája volt, mit tudom én, 40, akár 50, akárhány évesen, mint nekünk 20 évesen. Érted? Na most, de vajon miért van ez így? Hát mert van egy alap dolog, ugye van nekünk egy képzés sorozatunk, gyorsan beleszaladok, hogy lássuk. Jó, tehát ide megyünk a képzés sorozatunkhoz. Tehát van nekünk egy képzés sorozatunk, ami 26 témából áll, és ugye ezek coach képzések, ezek fejlesztő képzések, illetve egy szakma, a coach, azt jelenti, hogy edző, de egyébként a mi értelmezésünkben azt jelenti, hogy ember és életjobbító. És amikor coachingol valaki valakit, akkor kihozza abból az illetőből a legjobbat és a legtöbbet. Hát ha egy coach képes arra, hogy valakiből kihozza a legjobbat és a legtöbbet, akkor talán magából is ki tudja hozni. Nem? Legalábbis ez így lenne ildomos. Szóval lényeg az, hogy van 26 nagy témánk, egy téma az több, mint egy hónap. Tehát ezáltal ki lehet számolni, hogy akkor több, mint 26 hónap. Tehát minden témánk több, mint egy hónap. Sőt, vannak olyan témáink, ami 3, 4, 5, 6, vagy olyan is volt, hogy 8 hónapos. Egy téma. És vannak alaptémáink. És én mindig azt gondoltam, hogy van nekünk egy alaptémánk, vajon melyik az alaptémánk? Melyik az alapok alapja? Mindig ezt tanultuk. Aha. Etika. Itt van. Ugye az azt jelenti, hogy az ember képes legyen tisztességesen, becsületesen, etikusan, erkölcsösen élni, és ezeket az ilyen dolgokat az hatékonyan használni, és illetve átadni másoknak. És ha megnézzük, hogy ezek energiák. De pozitív energiák. Hát ha valaki becstelen, az negatív energia. Ha valaki becsületes, az pozitív energia. Ha valaki mondjuk erkölcstelen, az negatív energia. Ha valaki erkölcsös, az a pozitív energia. Oké? Tehát ezek energiák. És
tegnapi nap folyamán valaki föltett nekem egy kérdést, és ugye válaszoltam neki, és akkor döbbentem rá, hogy az alapok alapja nem az etika. Jól mondjátok, a hangulat. Így van. Így van. Nem jó a sorrend, mert megnézzük a hangulatot. Itt van. Jó, és előtte volt 1, 2, 3, 4 téma. És a hangulat az alapok alapja. Ugyanis minden az ember hangulatától függ. Tehát nézzük meg, az etikai képességünk a hangulatunktól függ. Egy rossz hangulatú ember lehet, hogy nem bűnöző, sőt valószínűleg nem, de hogy folyamatosan mulaszt, az hód biztos. És minél rosszabb hangulatú, annál nagyobb mulasztásokat művel. Tehát, ha megnézzük, egy nagyon jó hangulatú ember, az nagyon nagy valószínűség szerint etikus. Oké? Szinte nincs esélye, hogy ne legyen etikus. Tehát, ha megnézitek a tényleges bűnözőket, köztük egyetlen jó hangulatú embert sem találtok. Egyet sem. Oké? Megnézitek azokat, akik sokat mulasztanak. Mi a mulasztás? Hát, hogyha olyan dolgot nem teszel meg, amit bezzeg te szeretnéd, ha veled megtennének. Oké? Az a mulasztás. És akik elmulasztanak megtenni dolgokat, azok megnézed, egy sem jó hangulatú. Egy sem. És nézzük tovább. Itt van például a tanulás. Egy rossz hangulatú ember képtelen felfogni dolgokat. Képtelen. Tehát, ha megnézitek, visszaemlékeztek általános iskolában, vagy középiskolában, amikor a gyerek beszámolt a szülői háttérről, nem te, hanem egy másik gyerek, és a gyerek rossz tanuló volt, akkor megfigyelhetted, hogy a szülői háttérrel is probléma volt. Ami azt jelenti, hogy a szülői háttér, a rossz szülői háttér leviszi a gyerek hangulatát, ezáltal képtelen felfogni az információkat. Oké? Ennek megvan az az előzménye, hogy ha az ember rossz hangulatú, akkor a figyelme a múlton van. És a tanulás az a jelen. Tehát amikor az ember tanul, akkor a jelenben tanul. Nem a múltban, te a múltban nem tudsz tanulni. Mindig az ember a jelenben tanul. Tehát a jelenben tanítanak, a jelenben olvasol, és ha a rossz a hangulatod, nem tudod felfogni, hogy mit tanultál, mit olvastál. Oké? Tehát hiába tanítjuk az embereknek azt, hogy eredményesen tanuljanak, ha rossz hangulatúak. Nem fog történni semmi. Tehát az eredményes tanulásnak vannak hatékony módszerei akkor, ha valaki jó hangulatú. Az etikának vannak módszerei akkor, ha valaki jó hangulatú. Nézzük tovább. Önismeret. Az ember megismerje saját magát, itt van. Ugye, azt mondja, hogy két dolog, az önismeret, hogy az ember megismeri a saját tulajdonságait. Jó, ez akkor is meg tudja ismerni az ember a tulajdonságait, a rossz hangulatú, de hogy ez megint csak, hogy fogja megjegyezni az információkat rossz hangulatban. Tehát, ha az ember megismeri saját magát, akkor
A legtöbb ember a jó tulajdonságaira kíváncsi. Ezt én megfigyeltem, mikor az embereknek tanítok ilyen dolgokat, hogy a legtöbb ember arra kíváncsi, hogy mi az ő jó tulajdonsága, és akkor ugye így képletesen megveregeti a vállát, és azt mondja, hogy milyen fasz a csávó vagyok. Oké? Vagy ugye hölgyként nem egészen ezt mondja természetesen. Vagy ezt mondja, már az baj. Szóval. Hát az embernek nem a jó tulajdonságait kellene megismernie, hanem a rosszat. Miért? Hát, hogy változtasson rajta. A jó tulajdonságokon nem kell változtatni. Az jó, ha van. A rossz tulajdonságokon kellene változtatni, de miért kell a rossz tulajdonságokon változtatni? Hát, hogy az ember az életben könnyebben boldoguljon. Ilyen egyszerű a válasz. Mert ha meg tudod változtatni, tehát képes vagy arra, hogy megváltoztasd a rossz tulajdonságaidat, jó tulajdonságokkal felcseréld, akkor sokkal könnyebben boldogulsz az életedben. És sőt, az életed minden területén. De ez olyan dolog, hogyha az ember rossz hangulatú, akkor nem tudja elsajátítani a jó tulajdonságokat. És maradnak a rosszak. Most mondok példát. Valakinek van valamilyen rossz szokása, akkor, hogy megváltoztassa a rossz szokását, neki jobb hangulatban kellene lennie, mint amilyenben van, és gyakorolja a rossz tulajdonságát. Tehát ahhoz neki, hogy a rossz szokása megváltozzon, neki jó hangulatban kellene lenni. Jobb hangulatban kellene lenni, mint amiben van. És lehet, hogy lényegesen jobb hangulatban kellene lennie, mint amilyenben ő van. Oké? Tehát lényegesen jobb hangulatban. Tehát, ha valakinek van egy szokása, egy rossz szokása, és eddig nem tudott leszokni a rossz szokásáról, akkor jobb hangulatúvá kellene válni. Oké? És tök mindegy, mi az a rossz szokás. Akkor is jobb hangulatúvá kellene válni. Oké? Tehát az önismeret során az ember felismeri a jó tulajdonságait, a rossz tulajdonságait, sőt, megismeri az ember mások rossz tulajdonságait egy pár adatból. Oké, egy pár adatból. És akkor itt vannak a vérmérsékletek is. Ugye tudjuk, hogy van négyféle vérmérséklet. Hát ez egy ősi tudomány, ez még a ókori Görögországból származik. És ugye vannak a beszédes szangvinikusok, vannak a precíz melankolikusok, vannak a erőteljes kolerikusok, és vannak a békés flegmatikusok. És akkor valaki, minden egyes ember rendelkezik valamilyen szinten ezzel a négy vérmérséklettel, lehet, hogy egy nagyon pici mértékben, lehet, hogy pedig van egy domináns vérmérséklet. De megint, hogy tanulja meg az ember a vérmérsékleteket? Például úgy, hogy egy beszélgetés során, vagy valakire ránézel, és megmond, hogy milyen vérmérsékletű. Ránézéssel meg tudod mondani, hogy milyen vérmérsékletű. Hogy tanulja meg az ember ezt, hogyha rossz hangulatú? És akkor itt van, ugye a következő, ami itt volt benne. A hangulatjavító kócsba, és hova raktam bele, ugye az energia coachhoz, tehát az energy coachhoz, tehát ahol avval foglalkozunk, hogy
milyen energiák vannak. De hát ez az alapvető dolog, az ember hangulata. És akkor megnézzük tovább, talán a személyiségfejlesztő, hogy ugye itt konkrétan a nevünkből és a születési dátumunkból megismerjük azt, hogy milyen egy másik ember. A számoknak és a betűknek energiája van. Tehát ha visszamegyünk ide a vérmérsékletre, a vérmérsékletnél szintén meg lehet nézni, hogy melyikek az energikusabb típusok a vérmérsékletek közül, melyik a kevésbé energikus a négy közül. Jó? És akkor nézzük tovább. Tehát ott tartottunk, hogy az ember megismerheti a saját energiáit, hogy milyen energiákkal született, milyen energiái vannak most, vagy milyen energiái lesznek a jövőben. A neve milyen személyiség energiákat eredményez. Itt tanuljuk. Energiák. De megint hiába tanul az ember, de ez már egy jó helyzet, ez a hangulatjavító kócs után van. Oké? Okay. Hát ez egy jó helyzet. Tehát ebben a képzésben, a személyiségfejlesztő kócsképzésben van benne a te sorsod. Amit élsz, és akkor jól érzed magad a bőrödben, vagy nem élsz, mert szabad akarat van, és dacolsz a sorsoddal, és akkor szenvedsz. Minden ember, aki dacol a sorsával, az szenved. Tehát az embernek el kellene fogadnia a sorsát, ez itt van benne, de nem az a sorsod, amire gondolsz, hanem a sorsod benne van, ott van megírva a születési dátumodban. Oké? Okay. Tehát mi az, hogy ott van megírva? Nagyon egyszerű. Ez olyan, mint egy cél. Egy célt úgy tudsz elérni, hogyha megteszed hozzá azokat a lépéseket, ami a cél eléréséhez kell. Ha egy cél eléréséhez nem teszed meg azokat a lépéseket, ami a cél eléréséhez szükséges, akkor azt a célt nem fogod elérni. Jó? Tehát most ne ilyen apró célra gondolj, hogy húha, pisinom kell, ki kell menni. És most az a cél, mert pisinni kell. Jó, most ne ilyenre gondolj. Hanem egy cél olyan, hogy valami nagyobb dolgot szeretnél elérni. Érted? Na most, a küldetésed, amiről a sorsod szólna, na az a legnagyobb cél az ember életében. De erről az emberek 99%-a mit se tud. Pedig mindenkinek ott van benne a születési dátumában, hogy mi a küldetése, hogy miért született ide a bolygóra. Sőt, ott van benne a gyerekkora, ott van benne, ha megéli az időskort, az is benne van. És ezt mind ki lehet olvasni a születési dátumából. Azt is ki lehet olvasni, hogy mennyit fog szenvedni, azt is ki lehet olvasni, hogy mennyire fogja könnyebben megvalósítani. De hát ezzel szemben nyilván mehet az ember, hiszen szabad akarat van. Csak egy baj van a szabad akarattal, hogy a szabad akarat az, tudod, miről szól? Az igenről, meg a nemről. Semmi másról. Másban nincs szabad akaratod. Csak az, hogy teszem, vagy nem teszem. Ebben van szabad akaratod. Semmi másban. Oké? Tehát a sorsodban benne van, hogy eléd rakják az életeseményeket, és akkor te az életeseménnyel szembe mehetsz, tehát azt mondod, hogy nem, ez engem nem érdekel, vagy azt mondod, hogy jó, akkor mind feladat megoldom.
Oké? De ezt te választod ki. A két megoldás közül. Az egyik megoldás, hogy homokba dugod a fejedet, a másik megoldás az, hogy megoldott, mint feladat. De ez tőled függ, nem mástól. Lehet homokba dugni az embernek a fejét, ez a mulasztás. És a mulasztás az ártó tett. És akkor utána a mulasztásnak vannak negatív következményei, mint minden ártó tettnek az életünkben. És ezeket a mulasztásokat, mint ártó tetteket, az ember következményekkel megéli. Szóval a lényeg az, hogy itt megismerheti az ember azt, hogy miért született le ide a bolygóra. Mi a küldetése? Oké? És vannak olyanok, akik meg se közelítik a küldetésük felé haladást. És akkor olyankor, ha nagyon eltávolodik a küldetésének a elérésétől, és esélye sincs, hogy egy kicsit is a küldetése irányába haladjon, akkor fogják és kivonják az élők sorából. Na most, ezáltal azt is lehet látni, hogy valakit miért vontak ki éppen akkor az élők sorából. Na most, ezeket nem kell elhinni. Én tudom, hogy így van. Ezt tapasztalom, amióta ilyen dolgokról tanulok és tanítok főleg. Tehát ezt tudom, hogy így van. Tudom azt is, hogy ezeknek a tudásoknak a birtokában sokkal könnyebb, bárkinek boldogulni az életében. De ha te nem akarsz könnyebben boldogulni, semmi gond. Éld úgy az életedet, ahogy éled. Ez azt jelenti, hogy tudatlanul is lehet az életet élni. Csak nem mindegy, hogy az ember mennyit szenved. Tehát én látom azt, hogy a tudás révén az emberek jóval kevesebb problémába ütköznek. Mert lehet, hogy nem kevesebb dolgot oldanak meg, hanem többet. De nem problémaként kezelik. Mert van megoldásuk. A tudatlan embernek nincs megoldása. És akkor itt van a küldetésünk ebben a témában. Tehát ez mindenkinek tudnia kellene. Már kisgyerekkorban, mikor képes olyan 7 éves kor környékén megérteni, már onnantól kezdve tudnia kellene neki a küldetését. 7 éves kortól. Úgy kellene bekerülni az iskolába, hogy ő tudja a küldetését. És egész más felnőttekké válnának azok az emberek, akik tudják a saját küldetésüket. Mert a küldetése az embernek soha nem fog megváltozni. Ameddig él. Hát majd a következő életedben lehet, hogy más küldetésed lesz, de ebben egy küldetésed van csak. Nincs több. Sőt, az is benne van, hogy milyen tevékenységgel tudnál leginkább a küldetésed irányába haladni. Oké? Ez is benne van a születési dátumodban. De az embereket de nem lennének kíváncsiak maguktól. Persze, amikor ilyenekről beszélek, akkor már elkezdenek kíváncsiskodni, de addig, amíg nem hallanak ilyenről, és lehet, hogy mit tudom én, felnőtt korban eszükbe se jutott olyan gondolat, hogy miért is vagyok én itt? Mert szerintem gyerekkorban eszükbe jutott, de felnőtt korban valahogy, mintha ezt elfelejtették volna. Hogy nem azért vagyunk itt, hogy együnk, ígyunk. Nem azért vagyunk itt, hogy szórakozzunk. Nem azért vagyunk itt, hogy gyerekeket csináljunk. Nem ez a fő cél. A küldetésben egy sincs benne. Nincs benne a utódnemzés. Nincs benne. A küldetésben nincs az evésivás. Nincs benne a szórakozás. Nincs benne. Képzeld el? Oké? Legfeljebb a szórakoztatás. Van benne, érted? Nem a szórakozás, a szórakoztatás. Nagy különbség.
szórakozni, vagy másokat szórakoztatni. Az nagy különbség. Jó, szóval itt vagyunk mi emberek, és nem vagyunk elég kíváncsiak. Tudod miért? Persze tisztelt mindig a kivételeknek. Mert a legtöbb embernek nincs elég energiája. Miért nincs elég energiája? Mert nem jó hangulatú. Oké? Nem jó hangulatú. Gondold végig, te voltál jobb hangulatú életedben. Minimum gyerekkorban. Sokkal több energiád volt. Sokkal. Erre van példa is. Kipróbálták. Ugye a legmagasabb hangulatú az ember akkor, miután megszületett, és minden rendben van körülötte. Tehát minden rendben. Tehát kialudta magát, jól lakott, nincs tele a pelus, stb. Stb. Szülei is kiegyensúlyozottak. Akkor a gyerek sokkal több energiával rendelkezik, mint bármilyen felnőtt. Honnan tudni ezt? Kipróbálták. Hogy egy ilyen élsportolónak kellett azt a feladatot csinálni, amit a csecsemő csinál. Érted? Amit a csecsemő csinál egész nap. Nyilván most nem egy napos újszületről van szó, hanem egy jó pár hónapos. Kibukott az élsportoló. Nem bírta csinálni. Nem bírta a gyerek után csinálni. Tehát egy darabig csinált, az kész, kibukott. Tehát az a kisgyerek az azáltal, hogy nagyon jó hangulatú, tel is tele van energiával. Na, ahhoz képest akkor nézzük meg, hova jutottak az emberek. Volt most egy időszak, Covid, háború, stb. Stb. Nagy mértékben levitte az emberek hangulatát. Infláció. Nagy mértékben levitte az emberek hangulatát. Még kevesebb az energiájuk, mondjuk, mint 5 évvel ezelőtt. Hogyan próbálnak az emberek energiát nyerni? Tehát úgy működik az ember, hogy fogja és elkezd egy másik, egy rossz hangulatú ember, mit csinál? Elkezd panaszkodni egy másik embernek. És amikor panaszkodik, akkor figyelmet nyer. És elveszi a másiktól az energiát. Tehát egy panaszkodó ember, az úgy nyer energiát, hogy a másiktól elveszi. Aki hallgatja az ő panaszáradatát. Oké? Tehát ha megnézed, ez egy alapműködés a mai társadalomban. A panaszkodás az a rossz hírek továbbítása is, továbbadása is. Érted? Tehát, hogy vannak olyan emberek, akik alig várják, hogy találjanak valami rossz hírt, és azonnal adják tovább. Hát a média egy az egyben erről szól, nem? Találnak valami rossz hírt, hát rögtön mondani kell az embereknek. Igaz, hogy az embereket nem érinti, mert lehet, hogy a világ másik fele, felén van az a rossz hír, de hát az részletkérdés. És ha megnézed, erről szól a társadalom. Tehát megnézem a mi időnkben, mikor én gyerek voltam, nem hallottunk a hírekben rossz híreket. Sőt, eltitkolták a rossz híreket. Oké? Szó szerint. Ez így volt. Tehát az embereket nem húzták le, mert tudták már akkor is, hogyha lehúzzák, akkor az energiájukat húzzák le. És ezért kevésbé lesznek hatékonyak. De akkor szükség volt a munkaerőre. Most már nem kell, hogy egy ember hatékony legyen, mert közel nincs olyan szükség a munkaerőre, mint akkor volt. Akkor közel nem volt annyi automata gép, mint manapság.
és hogy az embereknek befogják a szájukat, alkalmazzák olyan helyen, amihez nem kell jó hangulat, tehát nem kell sok energia. Mert ha valakinek sok energiája van, akkor kiemelkedőt teljesít. És az az alkalmazotti szférában nem jó, ha valaki kiemelkedően teljesít, mert demoralizálja a hozzá képest rosszul teljesítőket. Tehát ami azt jelenti, hogy a rosszul teljesítők még rosszabbul teljesítenek annak hatására, hogy valaki kiemelkedően teljesít. Tudod, mikor felfedezték? Immáron 100 éve. Ezért elküldték a jól teljesítő embereket. A kiemelkedően teljesítő embereket, szó szerint. Szóval, az energiák az így működnek, hogy egymástól veszik el az emberek az energiát. És energiahiányokkal küzdenek. Tehát elérték azt, hogy az emberek így működjenek. Pedig hogy kellene működni? Hát úgy kellene működni, hogy olyan dolgokról kellene kommunikálni, és úgy, hogy egymást töltsék. Érted? Nem egyik elveszi a másiktól az energiát. Vannak olyan emberek, akik nem panaszkodással veszik el az energiát, hanem elnyomás révén. Tehát elnyomja a másikat. Uralni akarja a másikat, úgy jut energiához, hogy uralja őt. Ezt is gyakorolják sokan. Ez is ugyanolyan helytelen, mint a panaszkodás. Az embereknek úgy kellene működni, hogy egymást töltik. Tehát olyan témákról kellene beszélniük, ami mindkettő számára energiát ad. Oké? Tehát az embereknek nem le kellene húzni a hangulatát, hanem fel kellene emelni. Tehát ott kezdődik az emberek energiájának a lehúzásával, tehát ott kezdődik, lehúzása ott kezdődik, hogy azt tanítják bizonyos vallások, hogy az ember alapvetően bűnös. A paradicsomból származóan. Mert evett arról a kurva fáról. Oké. És akkor ezért mi alapvetően bűnösök vagyunk. Nem tudom, te bűnösnek érzed magad? A jó büdös akárkiüket tudod. Azt, aki azt gondolja, hogy bűnösök vagyunk, nem? Hát innen indul, gondold végig, alaptanítás, hogy az ember egy bűnös lélek, érted? És akkor onnantól kezdve a bűnös léleknek hogy legyen önbizalma? Nem tudom, tudod-e, hogy akik lopnak, csalnak, hazudnak, azok miért csinálják? Nagyon egyszerű az ok. Mert nem gondolják azt, hogy tisztességes tevékenységgel fent tudják tartani magukat. Világos ez? Ilyen egyszerű. Tehát ők azt gondolják, hogy ők tisztességes tevékenységgel nem tudják magukat fenntartani. Ez van a fejükben. Érted? Tehát az embernek ezáltal megnézed, szüksége van arra, hogy képes megtenni dolgokat? Szüksége van arra, hogy önbecsülés, önértékelés, önbizalom? Szüksége van? Hát vannak alap dolgok, amit szintén mondjuk elsőbe, általános iskolás elsőbe kellene tanulni,
Mindjárt mutatom. Hol van? Jarosz felé megyek. Ide visszamegyünk. Itt van egy önismeret. Hogy mi emberek miből állunk. Hogyan működünk alapvetően. Az általános iskolában azt mondott, tanították, jó, nem is elsőbe, hát tanították az emberi test működését, biológiából. Oké, de nem ez a lényeg, hát mi három dologból állunk. Nem csak a testünk van, legalább annyira fontos a lelkünk, meg annyira fontos az elménk ismerete. A lelkünk ismerete, az elménk ismerete mind-mind külön-külön legalább annyira fontos, mint hogy ismerjük a testünk működését. És valahogy erről, hogy a lélek működése, az elme működése, valahogy elfelejtettek tanítani. Ugye, ha nem tudod, mi az, hogy elme működése, az elme az két részből áll. Az egyik részben, a baloldali részünkben, az agy van kapcsolatban az elménkkel, van az ösztöneink, És a jobb agyféltekkel kapcsolódik a tudatosságunkhoz, a gondolkodáshoz. Nem kellett volna erről tanulni részletesen, hogy hogy működnek ezek? Hogy tudjuk használni ezt, vagy hogy tudjuk használni azt? Tudatosan, nem ösztönösen, nem kellett volna ilyenekről tanulni? Hát most gondold végig, itt élsz. Belenézel a tükörbe, és látod magadat. De mit látsz ebből a háromból? Egy dolgot. Azt úgy hívják, hogy test. És mi van a másik kettővel? A másik kettőt nem látod. De mégis létezik. Vagy azt mondod, hogy te egy olyan ember vagy, aki azt gondolja, hát hiszem, ha látom. Jó, és látod a levegőt? Nem. Mégis van. Hány olyan dolog van a világon, amit nem látsz? Mégis létezik. Érted? Mit tudom én, vannak ilyenek, akik azt mondják, hogy hát az ég az nem is valóság, az festett. Hát ránézésre olyan, nem? Figyelj, elmész, ki volt a planetáriumban? Volt valaki? Már életében? És a planetáriumban megcsinálják azt, hogy tök olyan, mintha élő lenne. Mint ha az ég volt, az teljesen élő lenne. Tehát simán megcsinálja. Jó? Tehát nem tudtál meggyőződni arról, hogy az ég az ugyanaz, mint amit mondják, mert nem voltál fönn. Nem? Tehát hiába látod, meggyőződni nem tudtál róla. Mert a szemünk megcsalhat, beülsz egy planetáriumba, és azt hiszed, hogy az eget látod. Csak azért nem hiszed, hogy az eget látod, mert tudod, hogy vetített kép. Az ég esetében meg senki nem mondta, hogy az vetített kép. Bízunk benne, hogy nem is az. Oké, okay. De meggyőződni nem tudtál róla. Szóval, mit tudom én, van, akik azt mondják, hogy lapos a föld, megint van egy ilyen fajta működés. Hát az biztos, hogy azt mondja, aki még nem ült repülőn. És nem látott mondjuk 10 000 méter magasról rá a földre. Mert ugye a repülő olyan magasan megy. És akkor látott, hogy tényleg íve van a földnek. Nem. És akkor megy az ember a repülővel, és akkor szépen görbül tovább a föld, érted? Gyönyörre látni. Hát aki nem volt fönn, az persze, elhiszi azt, hogy lapos a föld. Régen azért hitték el, mert nem voltak sose olyan magasan. Ugye azt sem hiszi el, aki egy pontról nézi, de ha közben haladsz, akkor lehet látni, hogy szépen íve van. És ha elég gyorsan mész, akkor azt is látni, hogy a nap megállt. Tehát nem változik a napnak a helyzete a bolygóhoz képest. Persze, akkor az elég gyorsan kell menni. Jó, tehát, és nyilván a földforgásának megfelelő irányba kell haladni. És akkor a nap ott áll. Jó, tehát, az, hogy az ember mit hisz, az inkább azt mondanám, hogy mit hitetnek el vele. Nem? És mivel nem tanultál arról, hogy lélek, nem tanultál arról, hogy elme, akkor ezért nem is létezik.
Hány olyan dolog van az életemben, amiről nem tanultál régen, és mégis létezik? És kiderült, hogy létezik. Mikor én gyerek voltam, nem tanítottak minket a mobiltelefon használatáról. Mégis létezik. És lehet, hogy akkor tanítottak volna, akkor el se hittük volna, hogy ilyen létező lesz a jövőben. Érted? Szóval, ebben az önismeret coachképzésben arról van szó, hogy mi emberek megismerjük a saját működésünket. Belenézel a tükörbe, és látod magadat. Látod azt, ami mondjuk elmúlik maximum 120-130 év alatt. De nem látod azt, hogy van benned egy olyan energialény, amely öröklétű. Érted? Azt nem látod. Mert azt csak néhányan látják a bolygón. Érted? Meg időnként egyes gépek képesek arra, hogy lefényképezzék, vagy levideózzák. Oké? Okay? De csak akkor tudják, hogyha ez a lélek, mint energialény, kilép belőled. Ha az nem lép ki belőled, akkor nem látja senki, hogy benned van. Érted? És nem kellene többet tudni egy olyan lényről, ami benned van, aminek az értelmedet köszönheted. Oké? Okay? Mert ezért vagy értelmes, mert ilyen, tehát ilyen, na, tehát más, mert az emberek azt mondják, hogy megsértődött, mert imádja az állatot, és én azt merem mondani, hogy a kutyának nincs lelke. És akkor ezen megsértődik, mert hogy azt mondom, hogy a kutyának, meg a macskának, meg az állatoknak nincs lelke. Te drága megsértődő, szeretném neked mondani, hogy nyugodtan hasonlíthatod magadat a macskádhoz, meg a kutyádhoz, körülbelül az értelmi színvonalad azon a szinten van. Ugyanis ezt úgy hívják, hogy életenergia. Az életenergia természetesen van az állatba is, meg az emberbe is. De gondolkodni a lelkünk miatt tudunk, te. Nem is tudom, ki vagy. Oké. Okay. Tehát ne keverd össze az életenergiát a lélekkel, mert az életenergia meg a lélek az teljesen két különböző dolog. A léleknek semmi köze az életenergiához, és az életenergiához semmi köze, vagy a életenergiának semmi köze a lélekhez. Ez két külön dolog. A lelkünk az egy energia lény, méghozzá egy szuper értelmes energia lény. Tudod, miért nem tanítják neked, te tökfilkó? Hogy hülye maradj. Azért. Ilyen egyszerű. Mert netántán, hogyha rájönnél arra, hogy van benned egy szuper intelligens energia lény, akkor netántán többre lennél képes, mint amire vagy. Mert ugye miért nem képesek az emberek többre, mint amire képesek lennének? Mert kishitűek. Oké? Okay? Tehát ha valaki nem kishitű, akkor sokkal többre képes, mint más, aki kishitű. És azzal, hogy nem tanítják az embereknek azt, hogy van egy halhatatlan, szuperintelligens energia lény benned, amelyik fejlődhetne benned, és a tudás révén fejlődik, meg a tapasztalatok révén fejlődik, ha ezt nem tanulod, akkor nem is fogod fejleszteni a benned lévő energia lényt. Mert azért jött bele a testedbe
ez a szuperintelligens energia lény, hogy fejlődjön. Hogy olyan tapasztalatokhoz is hozzájusson, amihez eddig nem jutott. Világos? És te nem a tested vagy csak, hanem te ez a szuperintelligens energia lény is vagy. Mert ha ez nem lenne benned, akkor úgy működnél, mint egy állat. Bár sok ember úgy működik, mint egy állat, mintha nem lenne benne szuperintelligens lény. De az megint minek köszönhető? Na minek? A hangulatuknak. Mert ha jó hangulatúak lennének, akkor nem lenne állat. Oké? Ugyanis úgy működik, hogy van bennünk állati ösztön. Sajnos így szerkesztettek meg minket. Ez nem evolúció. Így hoztak létre felsőbbrendű lények. Hozzánk képest felsőbbrendű lények, így hozták létre az embereket, az emberiséget. Így indították el, hogy létrehoztak egy olyan fajta felsőbbrendű lényt, amely nagyon hasonlatos, ha rossz hangulatú az állati működéshez. Ha jó hangulatú, akkor meg nagyon hasonlatos az isteni működéshez. De te mi akarsz inkább lenni? Állati működésű, vagy inkább isteni működésű? Hát bízok benne, hogy nem állati. Na most gondold végig, egy ember, ha tudja azt, hogy ő sokkal többre képes, csak ez benne el van nyomva. És ezt fel tudod szabadítani, ezt az elnyomást benned, érted? És onnantól kezdve fejlesztheted a saját lelkedet. Érted? Hát ezért vagy itt. Mint ember. Ez a dolgod, hogy a lelkedet fejleszt. A testedet nem tudod fejleszteni. Max az izmaidat. Azt is csak egy bizonyos szintig. A test 21 éves kortól visszakezd fejlődni. Ha ugyanazt csinálod, mint addig csináltad, akkor elkezd visszafejlődni. Ahhoz, hogy még az izom se fejlődjön vissza 21 éves kortól, kicsit többet kell csinálni. Az izom munkát. És akkor nem fejlődik vissza. De ha ugyanannyi izom munkát fejt ki egy ember, mondjuk 21 év után, mint 21 év előtt, akkor az izmai nem fognak fejlődni, hanem elkezdenek visszafejlődni. Ez az öregedési folyamatról beszélek. 21 éves kortól öregszik minden ember. Még jó, hogy lassú az öregedés. Tehát viszonylag gyorsan 21 éves korra csúcspontra ér az emberi szervezet, és utána öregszik szépen lassan. Na most gondold végig, a lelked nem öregszik. A lelkedben nincs öregedés. Gondold végig, borsónyi lélekkel születünk, és a szemináriumokon, a szemináriumainkon, havonta egyszer van szeminárium, az egy záró szeminárium, minden hónapot lezárunk egy záró szemináriummal, az egy egész napos rendezvényünk. És gondold végig, borsonyi lélekkel születünk, és ott ilyen kislabda. Emlékeztek a kislabda hajításra? Na, akkor a lelkeket szoktunk látni. Illetve a gépek felveszik. Oké? A gépek. És utána megnézzük, a gépeken ott vannak nem emberi lelkek, jó? Hanem felsőbbrendű lények lelke. Oké? Na most, de a legtöbb embernek borsónyi nagyságú a lelke. És mivel nő meg akkorára? A tudás révén. Tehát a tudás, mint energia, ha az ember energiává teszi a tudást, tehát használható tudást csinál a tudásból, akkor az növeli a térfogatát a saját lelkének. Tehát az univerzumban elhelyezkedett
terület nagyobb részét foglalja el. És minél több egy léleknek a tudása, térfogatilag annál nagyobb részt foglal el az univerzumból. Világos ez a térből, ha jobban tetszik. Oké? Tehát ezért van az, hogy egy olyan ember, aki nem fejleszti a tudását, nem teszi használhatóvá tudását, az bemegy egy térbe, ahol emberek vannak, és senki nem érzi meg, hogy ő bement. Bemegy egy olyan ember, aki az átlaghoz képest jóval nagyobb tudással rendelkezik, és a többiek megérzik, hogy valaki bejött a terembe. Érted? Ez így működik. Tehát lényeg az, hogy nem kellene ezekről többet tudni egy embernek. Nem kellene az, hogy higgyen az ember abban, hogy jóval többre képes. Tehát most gondold végig, a testünk működésben gyakorlatilag nem sok különbséget mutat. Mégis hogy van az, hogy vannak nagyon sikertelen emberek, és vannak nagyon sikeres emberek. Pedig a testük alig mutat valami különbséget. Mind a kettő egészséges, az egyik egy csőttömeg, a másik meg egy sikeres ember. Ugye ezt nem gondolod, hogy a teste miatt sikeres, vagy a teste miatt csőttömeg. Hiszen hogy lehetne a teste miatt sikeres vagy csőttömeg, mikor majdnem ugyanaz? Ahhoz nagy különbségnek kell lenni, hogy az egyik egy csőttömeg, a másik meg egy sikeres ember. És ugye mi a sikeres ember? Menjünk csak itt vissza egy kicsit. Itt van 10 életterület. Ha ezeken a területeken boldogul. Oké? Ugye önmagával, párjával, szüleivel, gyerekével, másokkal, munkájával, pénzzel, környezetével, hatóságokkal, Istenével. Ezeken boldogul, az a sikeres. A másik meg egy csőttömeg. Tehát ugye nem gondolod komolyan, hogy a teste miatt. Hát akkor miért? Mert az egyik fejleszti a lelkét, a másik meg nem. Ilyen egyszerű. Érted? Ilyen egyszerű. Pofon egyszerű. Ilyen pofon egyszerű. És azok, akik sikeresek az életükben, azokat megnézed, kérdezel tőlük, sokkal több választ tudnak adni, mint a hülyék. Érted? A hülyéket kérdezed, és nézd rám, mintha te lennél az új kapu, tudod? És ő meg a Bálám, tudod? Szóval, itt vagyunk mi emberek, és mindenki küldetésre született, tudni kellene, hogy van bennünk egy felsőbbrendű lény, egy energialény. Tudni kellene azt is, hogy egymásnak energiát kellene adni, tudni kellene azt is, hogy hogy működnek ezek az energiák, tudni kellene, hogy hova kellene tartanunk, tudni kellene, hogy honnan jöttünk, nem mint ember, mint lélek honnan jöttünk. És hova kell tartanunk. Tehát nagyon egyszerű, hogy honnan jöttünk. Felsőbb rendű lény volt a lelked. Oké? Okay? Ami azt jelenti, hogy az ember két lényre mondja, hogy felsőbb rendű, az angyalokra és az istenekre. Tehát onnan jöttél? Abból a világból.
És hova tartasz? Ugyanoda vissza. És miért csináltad ezt a kitérőt? Mert gondold végig, mondjuk van egy 1,5 milliárd éves lelked. Ahhoz képest ez a 80 év, ez hanyad része? Ez milyen rövid? Tudod, miért van itt idő? Mert véges az ember számára, a test számára véges. És minél közelebb van a vég, annál rövidebb az idő. Tehát azért van idő, mert mulandók vagyunk, mint test. De a lelked nem mulandó. Tehát oda fönt nincs idő, mert nincs mulandóság. A lélek részéről nincs mulandóság. Tehát a lélek az nem múlik el, az energia nem vész el. Maximum átalakul. Oké? Okay? Ezt is így tanultuk, hogy maximum átalakul. Oké? Okay? Na most akkor gondold végig, nem kellene beteljesíteni a küldetésedet, hogy fejleszteni a lelkedet? Tudod, mennyi tudás képes a lélek elviselni? Hát gondold végig, ott van mondjuk, ha 1,5 milliárd éves a lelked, akkor azt a tudást képes elviselni. Ha most a testedbe beleraknák azt a 1,5 milliárd éves tudást, akkor megzakkannál abba a pillanatban. Megőrülnél, beleőrülnél, körülbelül pár perc alatt. Oké? Okay? És meghalnál. Tehát a test meghalna. A lélek meg röhögve képes akár 100 milliárd évnyi tudást fenntartani, raktározni. Érted? Hát gondold végig, életedbe felejtettél már el dolgokat? Na, a lélek nem tud elfelejteni semmit. Nincs, a léleknek nincs olyan, hogy feledékenység. Akkor miért vagy feledékeny? Nagyon egyszerű, mert nem vagy elég jó hangulatban ahhoz, hogy kapcsolatban legyél a saját lelkeddel. Érted? Milyen kapcsolatban? Kommunikációs kapcsolatban. Tehát te kapcsolatban vagy, mert benned vagy, csak nincs köztetek kommunikáció. A lélek az tud veled kommunikálni, csak te nem veszed. Ez olyan, mint mikor tudod, telefonálsz, és nálad nincs vétel, és nem halljátok egymást. Nála van, ő beszél, meg mondaná, csak te nem hallod. Volt már ilyen életedben a telefonnal kapcsolatban? Nálunk rendszeresen van ilyen, mert pont ilyen nagyon gyenge a vétel ott, ahol lakunk. Úgyhogy náluk már rendszeresen van ilyen. Pedig itt lakunk Pesten. Szóval a lényeg az, hogy nem kellene többet tudnod magadról. Nem kellene ismerni saját magadat, hogy te sokkal, de sokkal többre vagy képes, mint amit eddig hittél magadról. És nem kellene leállítanod azokat, akik leértékelnek téged. Nem kellene megszüntetni azt a fajta beáramlást a kommunikációban, ami lehúz téged. Ami csökkenti az energiádat. Nem kellene egy olyan közösség, ahol az emberek emelik egymást. Itt van a PPH közösség. Azokat, amit itt tanulnak az emberek, az egy helyen, sehol máshol nem fogod megkapni. Sehol máshol. Tehát ezekről az életterületekről részletesen egy helyen sehol nem fogsz tudni hallani. Csak itt nálunk. Ráadásul, hogyha módszereket is szeretnél kapni, akkor meg nem nagyon vannak módszerek. A módszer azt jelenti, hogy hogyan juss el A-ból B-be. Tehát a tudás azt jelenti, hogy az A nem jó, B-nek kellene lenni. Vagy A-ba vagy, és nem az A-ba kellene lenned, hanem B-be. De hogy jusson oda el az ember? Na, ahhoz kell a módszer. De nem csak módszer kell, a módszer önmagában kevés. Kell segítség. És akkor vannak olyanok, akik azt gondolják, hát van olyan szervezet, mint a PPH más is.
Aha, és van annyi segítő, mint itt nálunk? Nincs. Tehát hiába van módszer, ha elakad az ember és nem kap segítséget, nincs kitől segítséget kapnia. Érted? Megette a fene az egészet. És mennyire adják, mondjuk, ha van módszer, és van segítség, mennyire? Én ismerek olyan helyeket, ahol a teljes ingatlan vagyona ráment a segítségre az ott tanulónak. Érted? A teljes ingatlan vagyona pár éven belül ráment. Oké? Miért? Hát mert mondjuk sok ezer forint egy óra segítség. Sok ezer forint. Nem a tanulás drága, hanem a segítségnyújtás. Elmérsz mondjuk egy párkapcsolati coachingra valahova a világba, és akkor azt mondják, hogy na akkor 7000 forint óránként. És egy óra alatt szerinted mi fog történni? Mondjuk egy óra alatt történetednek egy részét elmeséled. És nem kaptál semmi tanácsot, csak ő hallgatott, és kapott érte 7000 forintot. Csak most mondtam egy példát. Érted? Tehát nem kap segítséget. Tehát akik itt tanulnak, azoknak vannak vezetőik, akik segítenek. Nem pénzért. Jó? Mert úgy van kikalkulálva a rendszer, hogy azok, akik segítenek, azok itt tudnak pénzt keresni. Oké? Okay? És ezért nem kérnek pénzt. Mert ugyanis a tanulók szervezése után ki van osztva 76% jutalék. Nem egy embernek, hanem akik részt vesznek abban a tevékenységben. Azok között. De minimum 32% ki van fizetve. Szóval lényeg az, hogy teljesen egyedülálló az a szervezet, amiben vagyunk. És ugye miért csináljuk? Mert rossz felé megy a világ. Mert ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor bizony a rossz eluralkodik a Földön. És hozzá kell segíteni az embereket ahhoz, hogy képesek legyenek boldogulni az életükben. És akkor azt mondod, hogy de hát mekkora elnyomás van a világban. Tudod miért van? Tudod miért kell lenni elnyomásnak még? Hogy kinyíljon a szemed. Mert tudjátok mi a legnagyobb ellensége a fejlődésnek? A jó élet. A jó élet. És minél jobb életet él valaki, annál inkább azt mondja, hogy tökéletesen elégedett vagyok, nekem nem kell jobb élet. Tehát van is egy ilyen mondás, hogy a kiváló élet legnagyobb ellensége a jó élet. És akkor azt gondolja, hogy valakinek jó élete van, hogy ő teljesíti a küldetését. És soha nem foglalkozott azzal, hogy neki mi a küldetése. Tudod, miért van jó élete? Nagyon egyszerű a válasz. Mert az előző életében ugye jól csinálta a dolgát, és ezért egy olyan családba született, hogy neki azzal alakult az élete, hogy jó legyen. Érted? És akkor mi lesz a következő életében? Azzal, hogy nem a küldetését csinálja. És akkor a következő életében megtapasztalja majd a rosszat. De hát azt mondja, hogy hát én nem hiszek ebben, hát ebben az életben kell mindent megcsinálni. Persze, szolgált ki a fogyasztói társadalmat. Szolgált ki, mert a fogyasztói társadalom arról szól, hogy neked egy életed, egy halálod van. Mindent ebben az életben kell megélned. És élvezd ki. Ugye erről szól, minél többet költs.
Csak hát a pénz nem boldogít. A pénz jó, ha van. Meg jó, ha van elég. De akkor se boldogít. Mi boldogít? Hát amiről beszéltem. Az boldogít, hogy ezeken a területeken jól működsz. Na, az boldogít. Tehát megnézed, a legtöbb ember, aki gazdag, tudod, kik szeretik őket? Akik a gazdagságukból hasznot húznak. De azok se szeretik, csak érdekből. Érted? Ugyanis a legtöbb gazdag ember, azok más szegénységi tevéséből lett gazdag. Érted? Tehát magyarul, ezt mi úgy tanultuk még annak idején, hogy úgy hívják, hogy kizsákmányolás. Tehát kizsákmányolt másokat. Érted? És abból lett gazdag. A legtöbb ember, aki gazdag lett. És a gazdag családok, a leggazdagabb családok, meg mind abból lettek a leggazdagabbak. Kivétel nélkül. Hogy másokat kizsákmányoltak. Oké? Úgyhogy maradjunk ennyiben. No, hát ennyi fért bele ebbe a részbe. Visszaadom a szót a házigazdáinknak. Köszönöm szépen a figyelmeteket, várunk benneteket szeretettel, ha még nem vagy tanuló. Nem véletlenül most hallottad először tőlem a lehetőséget, hogy gyere tanulni, most kell kihasználni. Ugyanis ez úgy működik, csak nagyon röviden még elmondom, hogy az életünkben semmi nem véletlenül történik, és semmi nem véletlenül akkor történik, amikor történik. Ami azt jelenti, hogy amikor történik az emberre valami, akkor kell abban a dologban lépni. És nem majd később, vagy majd előbb. Mert valakik azt mondják, hogy miért nem léptem előbb? Hát most már késő. Vagy valaki azt mondja, hát majd később. Jó? Nem. Akkor kell, amikor az eléd jön. Jó? Nem máskor. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkócsnak a képzést. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPH-hoz. Szedlacsik Miklós tanításai rendet raktak a fejemben, mert annak idején, mikor elkezdtünk tanulni, tehát én nem tudtam, de hittem Istenben, de nem tudtam, hogy mi a teremtő és az Isten közti különbség, mert én ezt mind egynek gondoltam, és hogy rend keletkezett a fejemben, teljesen másként kezdett el működni az életünk. És hogy amit Szedlacsik Miklós most utoljára mondott, hogy semmi sem véletlen történik velünk, hát nekünk is akkor kellett csatlakozni a PPH-hoz, amikor a hangulatjavító kócsképzés volt. Most így. És tehát mert előtte megéltünk olyan élethelyzeteket, aminek következtében nem volt jó a hangulatunk, és hiába valósítottunk meg célokat vagy terveket, de annak később olyan következményei lettek, ami tehát, számunkra nem volt, tehát úgy mondom inkább, hogy következményei lettek, és a hangulatjavító kócsképzés által megértettük, hogy miért nem tudunk jól működni, mert ugye nem olyan volt a hangulatunk. És tulajdonképpen az emberiség, hogyha ezt nem érti meg, akkor nem is tud kiszabadulni abból a mókuskerékből, amiben bent van. És ugye szerencsénk volt, hogy pont a hangulatjavító kócsképzésnél jöttünk, mert ugye ezáltal, hogy ezt megértettük, javult az etikánk, tehát nem tettünk olyan dolgokat, ami súlyos következményekkel hatott volna az életünkre. Párom szoktam mondani, hogy mióta itt tanulunk a PPH-nál, tehát olyan, mintha
papíros szőnyeget kiterítettek volna, és zöld lámpát kaptunk, hogy mehetünk, és tényleg azóta nem is éltünk meg olyan helyzeteket, mint előtte. És a képzések által, tehát ugye felismertem saját magamnak a rossz tulajdonságait, hát folyamatosan még most is, tehát minden képzés által jönnek a felismerések, de sokkal jobban bánok önmagammal. A párkapcsolati képzésnél rengeteget tanultunk, hogy hogyan működik a férfi és a nő, és ugye korábban nem értettük, hogy miért nem, tehát hogy miért nem tudunk sok mindenben egyet érteni, és ez nagyon sokat segített abban, hogy a párkapcsolatunk javuljon. A szüleimmel is sokkal jobb lett a kapcsolat, mert mielőtt még ide jöttem tanulni, akkor voltak problémák, tehát hogy nem értettünk egyet a szüleimmel, és ugye megtanultam azt is, hogy megértettem a saját magam és a szüleimnek a viselkedését, és ezt a területet is rendbe tudtam tenni. Szerintem a gyermekeinkkel is sokkal jobb lett a kapcsolat, és tehát sokkal harmonikusabb családi életet tudunk élni. És más emberekkel is a tanulás hatására sokkal könnyebben el tudom fogadni, hogyha nem egyformán gondolkodunk, vagy nem ugyanaz a nézete, mert értem a hangulatjavítás coachképzés által tanultakban, hogy tehát a gondolkodásmódbeli különbség, hogy mennyire meghatározza. Akkor jobban tudunk bánni a környezetünkkel, a munkánkkal, tehát hogy olyan munkát kaphattunk a tanulás által, hogy tehát most már a fő tevékenységünk a PPH tanulói csapatszervezés, és a csapatszervezés által rengeteg élettapasztalathoz juthatunk, amit, hogyha tényleg a saját életünkben kellene megélni azokat az élettapasztalatokat, amit már korábban megéltünk, de tehát hogy lehúztak akkor azok a problémák bennünket, mert nem volt megoldásunk rá. És tehát, hogy más embereknek az életére rálátunk, tehát ez megerősít abban bennünket, amiket tanulunk, és a gyakorlatban használhatjuk ezeket. Ahogy végezzük a munkánkat, tehát szerintem ennél etikusabb munka nincs a Földön, mint amit itt a PPH-ban csinálunk. Ezáltal jobb lesz a kapcsolatunk a pénzzel, vigyázunk a környezetünkre. Ugye, hogyha etikusan működünk, akkor nincsen problémánk a hatóságokkal, és ugye egyre többet, vagy tehát egyre jobb kapcsolat alakul ki a teremtőnkkel, mert meghalljuk a sugallatokat, amiket kapunk, tehát egyre jobb a kommunikáció vele. Úgyhogy egy fantasztikus helyen vagyunk, és hálás köszönet Szedlacsik Miklósnak, hogy egy ilyen zseniális rendszert megalkotott. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük, és nagyon jó helyen vagyunk. Nekem is az életem egyik legjobb döntése volt, hogy csatlakoztunk ide a PPH-hoz, és hogy itt tanulunk. Mert azóta az életemben sok pozitív változás történt, ami elsősorban bennem ment végben. Jacint beszélt a párkapcsolati képzésről, ugye mi már másodszor veszünk részt rajta, és most már sokkal, tehát hogy most már én hordom a szoknyát, és nem a nadrágot, mint korábban. És talán azt gondolom, hogy ez egy párkapcsolatban talán ez a legfontosabb változás, hiszen ettől válik jóvá. És hát ennek nagyon-nagyon örülök, hiszen nem csak így a párkapcsolatban, de sok más hibámat is itt a tudás által ki tudtam javítani. Sok dolgot egészen másképp csinálok.
Ennek következményeként a környezetem sokkal jobban elfogad, sőt hallgatnak rám, elismerik a tudásomat, és így sok embernek tudtam már segíteni, ami által nekik is sokkal jobb lett az életük. Szedlacsik Miklós ugye beszélt itt az imént arról, hogy ez egy ugye, hogy kiváló életet csak azok élhetnek, akik majd fejlődnek, és arról, hogy itt olyan jól akartam megfogalmazni most. Tehát mi nekünk egy nagyon nagy áldásban van itt részünk ezáltal a tudás által, mert vezetőként ugye szó volt róla, hogy tudunk segíteni más embereknek, mint ahogy hogyha elmegy valaki egy terapeutához, vagy egy ilyen coachingra, akkor ugye nagyon sok pénzt kell kifizetni, és ahogy itt elhangzott, mi ezt itt a tanulóink esetében ingyen tesszük. De még van egy nagyon nagy különbség, ami szerintem ez mellett a közösség mellett szól, hogy itt nem csak végigüljük ezeket a coachingokat, hanem közelebb kerülünk egymáshoz. Tehát itt megvan egy bizalmi kapcsolat alakul ki a tanulóink és köztünk, segítünk megoldani az élethelyzetüket, és ez egy szoros együttműködés eredménye lesz az ő életüknek a jobbulása. Amit egy ilyen másmilyen coachingon, ahova elmegy valaki, és megold egy feladatát, ez biztos, hogy nem alakul ki, mert ugye ők utána nem fognak találkozni, vagy nem sűrűn, vagy ha sok problémája van, nyilván sűrűn, de nem fog egy ilyen érzelmi kapcsolat kialakulni, egy baráti kapcsolat, mert azt hiszem elmondhatom, hogy egy idő után a tanulóinkkal egy szoros barátság alakul ki, egy családi kapcsolat tulajdonképpen, egy nagy család, egy nagy közösségé alakulunk. És ilyen biztos, hogy nincs sehol sem, csak itt a PPH-nál. Így aztán, akik itt kitartóan tanulnak, mindenki arról számol be, hogy jelentősen jobbá válik az élete, és ezért akárki hallgat minket bármikor, én azt javaslom, hogy ne halogasson, hanem jöjjön ide minél előbb tanulni. Hogy azt mondják, hogy a sikeres emberek azok kihasználják a lehetőségeket, és azok lesznek boldogok. Ez egy olyan lehetőség, amit nem szabad elszalasztani. Ezt mi most már itt több mint 6 év után tudjuk, megtapasztaltuk, és meggyőződtünk róla. Igen, és meg azt szeretném mondani, hogy tehát a Nyílt Akadémia az egy olyan hely, hogy megkapjuk a tudást Szedlacsik Miklóstól, és tehát tulajdonképpen mindenki saját maga hozhat létre magának egy gyakorlati, vagy gyakorló pályát, vagy gyakorló helyet, ahol ugye mindig jönnek az új tanulók, és ugye különböző, vagy mindig új élethelyzetekkel találkozunk, és ez napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre gyarapítja az élettapasztalatokat, és a tudást folyamatosan használni kell, hogy tudjunk segíteni. Az első havi tandíj most akciósan mindössze 19.700 forint, a következő hónaptól szintén akciósan csak 12.500 forint, és ezért az árért most ingyen kapsz egy saját üzleti lehetőséget. Ha megteheted, próbáld ki 3 hónapra a tudást, a 3 hónap most csak 44.700 forint. Amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az ajánlatunk, a személyes részvételed esetén most egyszer betekinthetsz a szünet után a következő coachképzésünkbe. A szünet után párkapcsolati coachképzésünk lesz, amelyen ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, akkor örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik.